ebbe. Még nem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy ilyen blindfold challenge lesz, amit nem tudom, hogy lehetne magyarítani. Szerinted? Szembekötés kívás. Lényegében azt fogjuk csinálni, hogy a drága segédem Emma ki fog választani 5 könyvet a polcomról, én addig kimegyek, aztán visszajövök bekötött szemmel, és tapogatás alapján ki kell találnom, hogy melyik könyvet adja oda nekem. És akkor elvonulok. Egyenesen. Ott van, most mindjárt eléred a széket. Úgy. Ott, igen. Óvatosan. Úgy. Oké. Okay. Jó van. Na. Készen állsz? Nem. 5 könyv. Kezdjük az elsővel. Aha. Szagról. Elég vékonyka. Majd nem mondtam, hogy lehet, hogy valami metropoliszos, mert az is ilyen anyag, de a metropoliszosokat nem dombor nyomottak. Mm-hmm. Ez egy Percy Jackson könyv. Szerintem. Biztos, hogy benne? Nem túl vékony ahhoz? Nem az angol kiadások, azok vékonyak. De nem azok sérültebbek. Basszus. Annyi van igazad van, hogy sorozat. És angol kiadás. A Wings of Fire-ök azok, amik még ilyen vékonykák. Sorozat. Ilyen merev. Mi az Isten ez? Kicsit tapogasd még a feliratot rajta, tehát a dombornyomást. Ilyen jó kacskaringós, ezt érzem. Adjak valami hintet? Hát adhat. Hát van belőle a polcodon. Hát legalább 10 most így rám. Most csak a Wings of Fire, mi? Nem, legalább. Így nem vele sárkányodat. Igen. Méghozzá az első. Igen, itt a középen a sárkány. Hát erre nem jár a pont. Hát erre nem. Tényleg így neved a sárkányodat szaga volt. Következő. Ez egyszerű, de egyben nehéz is. Na de jó. Azt már rögtön... Jó, ez egy puffin. Igen. Ez nagyon vékony. Ami vékony, az a Christmas Carol a Malacapácban. Ez a kettő, ami nagyon vékony. Meg a dzsungelkönyve. Várját a bizonyít a közébe. Malacapác. Ming. Igen. Malac alakú volt ez a cukor. Nem, mert tudod, ez ilyen hosszúkás lapos volt. Ja. És a Christmas Carolon az ember van, a dzsungelkönyvén meg szintén ember van. Nem hiszem, hogy kitalálod. De jó. Mert ebben vannak cetlik. Ez lehet segítség. Ez elég sok cetlik. Várjál? Kinyithatós. Igen. Tudja a szagát. Mi az, amivel tettem? Én cetlisztem? Te könyve. Akkor az a pszichológusos. Nem. Nem a pszichológusos? Melyik az, amik még így kinyitós és cetlisztem? Volt róla külön videó is szerintem. Ez úgy, ahogy vagy. Annak is kinyitós a izéje. Hát igen. Ha, erre nem emlékeztem. Jó. Nice. Igen, mert az Akarsz beszélni rólának dombornyomott címe. Azt hiszem. Ügyes. Akkor ez 3/2. Következő. Ez nehéz. Ez egy jó nehéz könyv. Ez nem a Lány hét névve, mert attól nehezebb. Valami nehéz könyv. Magyar könyvem olyan, csak ami nem védőborítós. Ezek ilyen fényes lapok. Nekem van ilyen könyv? Nem! Honnan szereztem volna? Igen, az, hogy egyetlen, akkor nem fog beleadatódni. Kicsit lehet. Hát a sárkányos novellás kötet az ettől nagyobb, és azon nincsen ilyen tapicskolós rész. Ez egy nagyon különleges. Lollumposz. Az! Jó, igen. Az ilyen nehéz, el is felejtettem. Ha. Szuper! Na, hát akkor 4/3. És az utolsó... Ez az enyém? De melyik? Az utolsó 3 az már vastagabb. Vagy az első, vagy a második lesz. És tudod, most elkezdem megszámolni a lapokat. 1, 2,
tette ezé. Szerintem... A második? Szerintem gondolkozz még ezen. Akkor az első. Nem! Direkt nem az elsőt vettem, mert az túl könnyű, az vékonyabb. Ilyen? Kicsit olyan olvasat, az ötödik lenne. Nem. Körbe leve már csak kezdve. Hát erre nem megy ára pont. Akkor a harmadik. Ez a harmadik. Jéj! Hát akkor 5/3, az nem rossz. Fény! Oh, megvakultam! Tényleg nem könnyűeket választottam. Ez olyan, mint reggel, amikor fölkelek. Jó. Nem látok. Akkor ez lett volna a blindfold challenge, csak most éppen nem látok semmit. Jó van, azért elég jól teljesítettem, én úgy gondolom. Emma trükkös könyveket válogatott ki, amik nem voltak olyan egyszerűek, meg még sose tapogattam őket csukott szemmel, úgyhogy... Szívesen. Emma, ma csináltunk mások is. Vagy veled. Te könyveid, azért oda teszem neked a pingvin klasszikokat. Ja, talán. Azok is olyanok, mint azért, hogy tök egyforma az összes. Na jól van, akkor ez lett volna ez a kis kihívásos videó. Próbálom vissza szerezni a látásom közben. Köszi Emma a segítséget. Kívánság. Nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.